Sziasztok! Szeretnék reagálni erre az internetes jelenségre, ami most éppen zajlik azzal kapcsolatban, hogy van ez a két lány, aki megmondta magáét azzal kapcsolatban, hogy szerinte azok a fiatalok, akik egyébként nem tesznek a céljaikért, vagy éppen nem mosogatnak el otthon, azokkal komoly problémák vannak. Négy dolgot ki nem állhatok. Az életképtelenek, az egyetemistákat, igen, az céltalanokat és az elkényeztetett kölyköket, úgyhogy ha az egyike vagy ezeknek, akkor a szememből nem akarod látni magad. Ezzel kapcsolatban szeretnék nektek néhány gondolatot átadni. Abszolút megértem azt, hogy miért van egy negatív felhangja annak, amit ők mondtak, és hogy alapvetően nem szokás másokról megvetően beszélni, és nem szokás egyébként ezt így értékelni. Főleg nem akkor, hogyha az internetes fogyasztóközönségnek a legnagyobb része ebből a csoportból tevődik össze, hogy fiatalokról van szó. És szerintem nagyon fontos dolog, hogy különbséget tudjunk tenni a stílus, a személy, illetve a tartalom között. Válaszoljátok meg ezt nekem, hogy mennyit is segítettetek édesapátoknak és édesanyátoknak, amíg otthon voltatok. Mert merem gondolni, hogy amúgy csak voltatok, mosogatni sem mosogattatok, hagytátok, hogy ők főzzenek, mossanak rátok, hogy ők mellesleg még szerezzenek is pénzt, és dolgozzanak, és eltartsák a valagotokat. Úgy döntöttetek, hogy amúgy könnyebb csak a kanapén trónolni, meg a WC-n, és a segéteket mereszteni, ahelyett, hogy amúgy tényleg... És szerintem egy nagyon-nagyon érdekes és követendő érték az, hogyha akár nem tetszik valakinek a stílusa, akár nem tetszik valakinek a személye, a tartalmat azt meg tudjuk ettől különböztetni, de ugyanúgy fordítva is. Lehet, hogy valakinek nagyon tetszik a stílusa, nagyon tetszik a személye, de a tartalom az szerintünk, a saját megítélésünk alapján nincs rendben, akkor ezeket képesek legyünk megkülönböztetni egymástól, mert igazából ezáltal válhatunk egy igazán érett és árnyalt gondolkodású személyé. Mert valójában a tartalmat azt nem az határozza meg, hogy ki mondja, hanem az határozza meg, hogy az igaz-e vagy sem. És sokat lehet hallani ilyen különböző spirituális tanításokról is, hogy egy hajléktalantól is, vagy egy takarítónőtől, nem lebeszélve a takarítónőknek az értékeit, de hogy bárkitől érkezhet nekünk nagyon komoly tanítás. Lehet ez egyébként egy olyan ember szájából is érkezhet, akit nem kedvelünk, vagy aki a legnagyobb ellenségünk. És hogyha valaki hisz Istenben, akkor Isten is rajta keresztül taníthat minket. De hogyha nem hisz valaki Istenben, akkor azt elfogadhatjuk, hogy mondhat okosat az is, hogyha valakinek nem tetszik a személye. És a lányokkal kapcsolatban szeretném azt kiemelni, hogy mindenkinek joga van természetesen véleményt alkotni róluk, a személyükről, a tartalomról, meg bármiről, és ezt nem is akarom befolyásolni. Itt megalapoztam Máltán, mert amúgy képes vagy rá 19 évesen, akárki akármit mond. Természetesen itt megállnék, mert akinek nem inger, ne vegye magára, ezt szeretném elmondani, el kell ismernem, orvosokra, jogászokra, pszichológusokra szükség van, és nekik igenis szükséges az oktatás, és ezt alá is írom. De hogy el akarsz menni kommunikáció és média szakra, csak azért, hogy legyen egy papírod, hát könyörgöm. Arra a szintre el tudsz jutni anélkül is. Ne gondolkodjunk fekete-fehérben, és hogyha valaki mond valamit, akkor képesek legyünk megkülönböztetni a szemét, a tartalmat, illetve a tartalomnak a különböző részeit. Mert hogyha tegyük fel, én ma mondok nektek 7 gondolatot, és ebből 5 gondolat jó, 2 meg teljesen abszurd marhaság, akkor ne higgyétek el, vagy ne értékeljétek csak azért, mert azt én mondom nektek, hanem azt a ti saját gondolkodásotokkal gondoljátok végig, és mondjátok azt, hogy oké, Bence, tiget kedvellek, akár tetszik a stílus is, vagy nem tetszik a stílus, ebből 5 dolog jó volt, ez a 2 meg nem tetszett. És ez így teljesen normális, ez egy elfogadható dolog. De ne gondolkodjunk úgy, hogyha 2 volt benne, ami butaság, vagy éppen a személy, vagy tartalom nem tetszik, akkor az egész hülyeség. És ne legyen az sem, hogy egyébként mondjuk, hogyha van 5 dolog, ami marhaság, akkor a 2 értéket azt onnan kifelejtjük, vagy nem veszük észre. Kijöttem, és egy év alatt a hobbimból, vagyis a fotózásból csináltam egy teljes állású munkát, mellette elkezdtük megalapítani a saját magazinunkat, ami egy hatalmas álmunk, és mindezek mellett amúgy egy brandet is elkezdtünk kiépíteni, de ez még... Úgyhogy amúgy megy az élet, és amúgy élvezem, és imádom, és amúgy elhiszem, hogy ti is tudnátok erre a szintre érni, és igen, fiatalon is lehetséges, és szeretnék abban egy picit a lányoknak igazat adni, hogy szerintem is van azzal a probléma, hogyha a mi korosztályunkban valaki teljesen önző módon él, és egyébként tényleg nem tesz azért, hogy a társadalomnak jobb legyen, tényleg nem tesz az álmaiért, tényleg nem tesz azért, hogy előrébb jusson az életében. Szerintem egyébként ez nem egy követendő út, és megértem, hogy ez lányoknak bosszantó lehet. Mert én is nagyon sok panaszkodást hallok, csak én nem veszek fel azzal kapcsolatban videót, hogy ez engem zavarna. Úgyhogy szerintem érdemes megkülönböztetni azt, hogy most akkor aki mondja, az hány éves, hogy éppen mit tett le az asztalra, hiszen nem az
attól még lehet valakinek igaza, hogy túl fiatal, vagy nincs tapasztalata, vagy ehhez hasonlóak. Egyébként most pont készítettem egy kutatást, és azzal kapcsolatban, akik az én kérdőívemet kitöltötték, több mint 500 ember töltötte ki ezt a kérdőívet, és azok a személyek voltak azok, akik idegesek lettek arra, hogy hát nekem egy 20 éves kurs nem mondja meg azt, hogy én mit csináljak az életemmel, akik egyébként, ez csak egy általánosság, és nem mindenki tartozik ebbe bele, azok mondták azt, hogy ez probléma nekik, akik egyébként nem járnak coachingra, nem járnak tréningekre, és nem igazán foglalkoztak saját maguk fejlesztésével. És minél többet foglalkozott valaki azzal, hogy előrébb jusson az életében, jobban megismerje magát, és minél többet fektetett abba, hogy ő tényleg magát egy jobb szintre emelje, annál kevésbé számít azok után az, hogy most éppen a coach, az akivel foglalkozik, az hány éves. De ezt nem azt mondom, hogy mindenki így működik, és még egyszer mondom, ahogy a Brian Tracy videóval kapcsolatban is még nagyon komoly felháborodást váltott ki a nézőkből, meg nagyon sokan egyetértettek vele. Brian Tracy-vel fogunk foglalkozni, ez a Phoenix szemináriummal, ezen belül is pedig azokkal a kritikákkal, amit megfogalmazhatunk az ő tanításai iránt. Ne fekete-fehéren gondolkodjuk, ne csak azt lássuk, hogy vagy valaki vagy nagyon jó, vagy nagyon hülye, mert hogy igazából mindenki mond okosat is, meg butaságot is. Én is nagyon sokat tévedek, azoknak pedig, akik nagyon nem szeretnek engem, azoknak meg azt mondom, hogy persze azért van, amikor van igazam is. És szerintem ez az, amit érdemes látni, akárkivel kapcsolatban gondolkodunk, akár a kedvencünkkel, akár a fő ellenségünkkel kapcsolatban. Mindenkitől lehet valamit tanulni, és nem kell mindenkinek a szavait, gondolatait feltétel nélkül elfogadni. És szerintem mindenki megérdemli az alapvető emberi tiszteletet. Illetve azt is gondolom, hogy bárkiről lehet olyan videót készíteni, ahol kiemeljük az ő gyengeségét, és mindenkit ki lehetne nevetni, akármennyire magas pozícióban is van az a személy most éppen, vagy akármennyire alacsony is az a személy. Úgyhogy csak én szerettem volna mondani, hogy szerintem árnyaltabban szemléljük ezt a képet, árnyaltabban szemléljük a lányoknak a videóját is. Szememből nem akarod látni magad. Illetve gondolkodjunk így együtt, közösen. Remélem, hogy egy pici közösség ki tud ebben alakulni, akik hasonlóan gondolkodnak ebben hozzám, és akikkel tudunk abban megegyezni, hogy érdemes egy picit több oldalról szemlélni azt, hogyha valamivel nem értünk egyet, és több oldalról szemlélni azt is, hogyha van vele egyet értünk. És nem csak igen, csak nemben, és birka módjára utálni valakit, vagy birka módjára követni valakit. Úgyhogy én ezzel nem akarok senkit sem minősíteni, csak szeretnék egy ilyen útat is megmutatni nektek itt az internetnek a bújlai között. Remélem, hogy van, aki közületek egyet ért velem. Ha igen, akkor kérlek, írjátok meg ezt kommentben. Ne azt nézd, hogy miük nincsen, hanem hogy miük van. Mert még a legnyomorultabbnak is van olyan lelki kincse, mely belőled hiányzik. Kifogásolni, fölényeskedni bárki tud. Tanulj meg mindenkitől tanulni.